Április 8-ától egy Kaposváron már jól bevált módszert, úgynevezett tanúgondozási programot indít a székesfehérvári törvényszék. Első lépésként egy bírósági tisztségviselőt jelöltek ki a programra, őt próbáljuk majd bemutatni, illetve magát a programot. Találkozik a bírósággal először. Így van, a bíróságból beérkezik, akkor a biztonsági szolgálat tagjaival találkozik először. Nekik fel kell mutatni az írásbeli idézésüket, amennyiben a bíróság írásban idézte. Ezt követően egy kettős biztonsági beléptetésen keresztül kell bejutni az épületbe. Az egyik az a detektoros kapunak a használatából áll, amelyen át kell haladni, és semmiféle fájdalommal nem jár. A másik pedig az, hogy a csomagot átvizsgálják a kollégák a csomagátvizsgálóban. Tessék minden fénypályát kitenni a kosárba. Jó, meg szúróvágóeszköz. Szúróvágóeszköz. Toll lesz például. Igen. És ezt ilyenkor mindig kipakoltak kell? Igen. Hogyha olyan eszköz van, ami sérülést okozhat, tehát kés, akár csavarhúzó, vagy egyéb holló, ilyesmit, azt elveszünk, és elzárjuk. Erről kap egy számot ön, és akkor kifele ezzel kapja vissza majd a számon. Biztonsági beléptetést követően a tanú a biztonsági őrök tájékoztatása és a falon elhelyezett tájékoztató táblák segítségével a kérdéses tárgyalóteremhez közlekedik. Ezt egyébként a tanúk azt mind egyedül csinálják meg, vagy már itt a tanúk? Nem, a biztonsági szolgálat elmondja, hogy a jobb oldali folyosón, a bal oldali folyosón vagy közelebbről hol található a tárgyaló, és a tárgyalóteremhez már egyedül megy. Na, akkor most nézzük meg a tárgyalóteremet. Jó, rendben. Megérkezését követően a tárgyalótermek előtt kifüggesztett hirdető táblán azonosítani tudja az idézésen megjelölt ügy ebben a tárgyalóteremben kerül-e megtartásra. Amennyiben igen, nincs más teendője, mint leül a padra és a tárgyalóterembe történő beszólításáig várakozik. Amennyiben nem látja az ön által kitűzött ügyet, amelyre megidézték, a földszinten lévő lajstrom irodákban érdeklődhet arról, hogy, hogy ennek mi az oka. Tehát időpontra jön a tanú, és akkor itt leül, és itt szólít. Így van. Amennyiben viszont elkésik, tehát a kitűzött időpont után érkezik, akkor be kell kopogni a tárgyalóterembe, mert a számbavételkor a megadott időpontban azt jegyzőkönyvezték, hogy nincsen jelen, és így kell jeleznie. Ez a késés, ez mennyi lehet? Hát ez nem lehet. Tehát pontosan igen, a biztonsági beléptetés miatt célszerű egy 10 percen egy órával a kitűzött időpont előtt megérkezni, és utána azt követően a folyosón várakozni. A bíróság a tanúkat a tárgyalóterembe egyenként szólítja, be nevük elhangzása után bejönnek a tárgyalóterembe, és az emelvény középső fokán ülő eljáró bírónak átadják az érvényes lakcímkártyájukat és személyazonosításra alkalmas igazolványukat, mely lehet személyigazolvány, útlevél, esetleg fényképes jogosítvány. Mennyire szoktak ettől megriadni a tanúk, mert ezért mégiscsak egy hivatalos. Igen, sajnos az a tapasztalatunk, hogy a tanúk megriadnak, sokszor első esetben találkoznak az igazságszolgáltatással, tehát javarészt törvénytisztelő, jogkövető állampolgárok vannak, szóval itt ez a hivatalos procedúra, ez kellemetlenül érinti. És akkor a tanúgondozónak gyakorlatilag a feladata, hogy felkészítse. Így van, így van. Amikor megkapja az idézést, akkor szokta az első úgymond sokkot kapni a tanú, hogy mi fog történni. Ekkor az idézéshez egy tájékoztatón rendelkezésre áll a tanúgondozónak a telefonszáma, az e-mailes elérhetősége, és őt fel tudja hívni, és ezt, amit bemutatunk most, hogy hogyan kell belépni, mi a teendő, ezt telefonon el tudom neki előtte mondani, tehát gyakorlatilag lépésről lépésre tudja, hogy mi fog vele történni. Telefonon értekeznek, meg főként e-mailben, személyesen találkozik a tanúgondozóval. Személyesen úgy tudunk, hogy előtte időpontot egyeztetünk, és akkor az ügyfélfogadási időkeretein belül én tudok találkozni a tanúval. Hát lényegében ugyanazokról a dolgokról tudom tájékoztatni, mint telefonon is, mert csak az általánosságokról beszélhetünk, tehát adott ügyel kapcsolatosan tanácsot nem adhatunk, azt nem javasolhatjuk, hogy mit tegyen, csak elmondhatjuk neki, hogy hogyan kell viselkednie, melyik ügyben mi a helyes vallomás. Erről nem beszélhetünk. Személyes egyeztetésen túl vagyunk, beszólítottak, láttam a papíromat, mi történik most? Így van, ezt követően itt a rács mögött kell elfoglalni a helyét.
a tanúvallomást álló esetben teriszik meg a tanút, kivételesen indokolt esetben, amikor idős beteg szeméről van szó, akkor engedélyezi a tanácselnök az ülve történő tanúvallomást tételét, de ez nagyon ritka esetben van, általában ez nem szokott problémát jelenteni. Azt követően, hogy ellenőrizték a személyi adatait, hogy valóban ön jelent meg a tárgyaláson, az eljáróbíró felteszi önnek azt a kérdést, hogy kéri a személyi adatai zártan kezelését. Abban az esetben, ha azt mondja a tanú, hogy igen, akkor csak a neve kerül megjelölésre az eljárás további résztvevői jelölt. A személyi adatai, ugyanúgy a lakcíme, az egy zárt borítékban a jegyzőkönyv mellékletét fogja képezni. Amennyiben ön nem tartja szükségesnek, mert személyesen is ismeri a feleket, vagy pedig nem érzi magát veszélyeztetve, ugye eljáró bíró az adatait a jegyzőkönyv számára jegyzőkönyve diktálja, és akkor ez a jegyzőkönyv ezt tartalmazni fogja. Tehát amíg ez a dolog nem tisztázódik, addig gyakorlatilag nem kezdődik el a tanúvallomás tétele. Az, hogy a tanú állva kell a tanúvallomást tegye, az valami célt szolgál? Azzal, hogy a tanú állva teszi meg a vallomást, egyrészt megadja a tiszteletet a bíróságnak, másrészt pedig azzal, hogy itt a korlát mögött foglalja el a helyét, elérhetővé válik, hogy mint a tárgyalóterem egyik felén ülő ügyész, mint a védők, mint az eljáróbíróság tagjai hallják azt, amit mond. Tehát ez inkább ezt a célt szolgálja. Mennyi idő, amíg itt áll? Hát az változó. Tehát az mindig adott ügyben meg kell jelölni, hogy melyik tanút milyen körülményre szeretnék kihallgatni. Van, hogy ez egy 5 perces tanúvallomástétel, de előfordulhat hosszas, akár 40-50 perces tanúvallomástétele is. És akkor ilyenkor kérdeznek? Így van. Először mindig az eljáró bíró kérdez a tanútól, amikor a tárgyalóterembe megérkezik, ezt követően az ő engedélyével kérdezhetnek a tanács tagjai, azt követően az ügyész, a peres felek képviselői, maguk a vádlottak, vagy pedig a peres felek is, de már csak a tanács elnökének engedélyét követően. Aki ellen tanúskodik, azzal találkozik-e itt a tanú benne a tárgyalóteremben? Az általános szabályok szerint igen, a vádlottak jelen vannak a tárgyalóteremben, abban az esetben viszont, hogy a tanú vallomásával összefüggésben fenyegetve érzi magát, akkor ez az az eset, amit előtte telefonon nekem jelez, ehhez akár rendőri segítséget tudunk kérni, és lehetőség van arra is, főként kiskorú sértett tanúknál alkalmazunk ezt a módszert, hogy a vádlott a tárgyalótermen kívül tartózkodik a kiskorú kihallgatásáig, de egy szabványos, átlagos ügyben igen, itt van a tárgyaláson, ő is kérdéseket intézhet a tanúkhoz, és amennyiben a tanúvallomás vagy a vádlotti előadás között bármilyen ellentmondás mutatkozik, akkor a tanácselnök ezt szembesítéssel megpróbálja feloldani. Olyankor elmondja mindenki, hogy ő szerinte hogy történtek az események, és ez vagy eredményre vezet, vagy nem. Előfordul, hogy valaki rosszul emlékszik a történtekre, és azt a másiktól hallva helyesbíti a vallomását, de az is lehet, hogy mindenki ragaszkodik a vallomásához, és akkor a szembesítést eredménytelennek kell tekinteni. A tanúnak a tárgyalóteremben mindenképpen úgy kell elhelyezkedni itt a rács mögött, hogy a mögötte ülő védők, előtte ülő vádlottak és az ellenkező oldalon ülő ügyész is hallja, amit mond, mert a tanúvallomásra kérdéseket tehetnek fel, észrevehetetnek, tehát mindenképpen az a cél, hogy mindenki jól hallja a tárgyalóteremben azt, amit mond. De még mielőtt a vallomását megkezdeni, a személyi adatok ellenőrzése és az arra történő nyilatkozás után, hogy kéri a személyi adatai zártan kezelését, a bíró még tisztázni fogja azt, hogy a peres felekkel, az eljárás egyéb résztvevőivel, így vádlottal, sértettel milyen viszonyban van. Tisztázzák, hogy érdektelene az ügyben, amennyiben viszont bármilyen okból mentességi jog illeti meg, akkor jogosult arra, hogy ne tegyen az ügyben vallomást. A mentességi jog az mindig adott ügyhöz kapcsolódik, tehát a tanácselnök részletesen ki fogja oktatni arról, hogy önnek ebben az ügyben van-e mentessége. Mentessége lehet a rokoni hozzátartozói minőség miatt, amikor ön saját maga dönti el azt, hogy nem tesz az ügyben vallomást. Viszont hogyha szolgálati titokról, vagy minősített adatról, ami korábbi nevén államtitokról kellene tanúznia, akkor nem döntheti el saját maga azt, hogy elmondja az önáltal tudottakat, mert addig, amíg a titoktartási kötelezettségét fel nem oldják, addig nem tehet vallomást, még akkor sem, ha a bíróság ide idézte. Tehát akkor nyilatkoznia kell, hogy nem áll módjában ezekre a kérdésekre válaszolni. Ugyancsak nem kell olyan kérdésre válaszolni, amivel saját magát vagy hozzátartozóját bűncselekmény elkövetésével vádolná. Tehát
többi kérdésre válaszol, ezekre a kérdésekre viszont azt mondja, hogy nem kívánok válaszolni. Tehát és akkor azt utána nem is firtatják. Azt utána nem firtatják, nem lehetséges az, amire nem válaszol, és ami még nagyon fontos figyelmeztetés, hogy a hamis tanúzás következményeire figyelmeztetik. Tehát elmondják önnek, hogy mindenkor az igazat kell elmondania, nem hallgathat el olyan tényt, ha például nem kérdeznek rá adott körülményre, akkor önnek akkor is el kell mondani, hogy erről tudomásul van, viszont hogyha szándékosan vagy gondatlanul hamis tanúállomást tesz, akkor azt a törvény szabadságveszti, akár szabadságvesztéssel is büntetni rendeli, tehát arra nagyon figyelni kell, hogy itt csak azt, ami valóban hiába szimpatikusabb esetleg egyik fél, másik fél, nem lehet számukra kedvezni, tehát valóban azt lehet csak elmondani, ami a valóságot tükrözi. Én, mint tanú, most megtettem a vallomásomat, mindent rendben találtak, mi történik ezután? Ha nem indokolt a tárgyalóteremben a további jelenléte, tehát nem kell a további tanúk kihallgatásáig jelen lennie, akkor tanácselnöke megkérdezi öntől, hogy igazolásra és úti költségtérítésre van-e szüksége. Az igazolással tudja a munkahelyéről történt távolmaradását igazolni, és az alapján válik arra jogosultá, hogy a munkából kiesett munkabérét a munkáltató megfizesse. Ez az egyik sarkalatos pontja a tanúk meg nem jelenésének, tehát legtöbb esetben erre hivatkoznak, hogy a munkáltató nem veszi jó néven, és őnekik bérkiesésük van erre az időszakra. Tehát itt a tárgyalóteremben kérnie kell az igazolást, akkor ezt az igazolását rendelkezésre bocsátják. Amennyiben nem a bíróság székhelyére érkezik a tanú tanúskodni, hanem más községből vagy városból, úgy kérheti az úti költsége megtérítését. Ha autóbusszal vagy vonattal érkezik, akkor a menetjegy leadásával a pénztár kifizeti részére a menetjegy árát. Indokolt esetben pedig például, hogyha többszöri átszállással nagyon korai időpontban kell érkeznie, vagy pedig mozgássérült, akkor kérheti a gépkocsi úti költsége elszámolását, és ehhez fel kell mutatni annak a gépjárműnek a forgalmi engedélyét, amivel érkezik, és a eljáróbíró egy szorzó segítségével a megtett kilométer és a NAV által érvényes mindenkori üzemanyag ár szerint kiszámolja a fogyasztást. Ezt utalványozza, és a tanú ezt is azonban felveheti a pénztárban. Én ilyet most nem igényelek, tehát akkor én tanú végeztem. Így van, igen. A tárgyaló termet a bíróság engedélyével hagyhatja el. Ha azt mondják, hogy menjen ki a folyosóra és várakozzon, akkor további beszólításáig, esetleges szembesítések miatt itt kell maradnia, viszont ha tanácselnök úgy rendelkezik, hogy eltávozhat, akkor eltávozhat a tárgyaló teremről. Ez azért fontos, mert nagyon sok esetben a folyosóra kiküldött tanúk a szembesítés idejéig soknak találják a várakozást, és egyszer csak úgy gondolják, hogy na jó, akkor most elmennek. Ez azért nem jó, mert az igazolatlan eltávozásnak ugyanazok a következményei, mint a szabályszerű idézésre meg nem jelent tanúknál, tehát hogy rendbírsággal sújthatók és elővezetésük rendelhető el. Tehát amikor befejezi a vallomást, akkor tanácselnöke fogja mondani, hogy a tárgyalásról eltávozhat, és ekkor a bírósági épületet elhagyhatja.